Köszöntöm a nézőket, önök az Emplén Televízió hírműsorát, a hírhetet látják, szeptember 4-én, hétfőn este 19 órakor. Hírműsorunk elején nézzük főbb híreinket egy-egy mondatban. Mária napi kórus találkozó Rudabányácskán. 65 éves a perrit bányászat Zemplénben. Szeptember közepén indul a fűtési szezon. Több mint két évtizedes múltra tekint vissza a Rudabányácskai Mária napi kórus találkozó. Idén 5 énekar lépett fel a Szent Mihály főangyal tiszteletére szentelt görögkatolikus templomban, az oszláv elemeket is tartalmazó szentmisét követően. Az idei különlegesség egy kárpátaljai ukrán énekar jelenléte volt. A zempléni szlovákság egyik fontos rendezvénye a Rudabányácskán közel negyed évszázada minden éven megtartott Mária napi kórus találkozó. A nap hagyományosan szentmisével kezdődött, mely után pedig 5 kórus adta elő énekeit szlovák, magyar és ukrán nyelven, ugyanis idén egy kárpátaljai ukrán kórus is érkezett. Az országos szlovák önkormányzat elnöke szerint a kórus találkozó fontos a helyi közösség számára. A helyi közösségnek egy hagyományos eseményéről van szó, amely alkalmat teremt egyrészt arra, hogy közösen találkozva itt a templomban, volt néhány év, amikor nem a templomban volt a kórus találkozó, de azt gondolom visszakerült a méltó helyére, tehát hogy a bányácskai templomban együtt és szlovákul is a Mária naphoz, mint alkalomhoz illő repertoárt adjanak elő, tanuljanak egymástól, de főleg találkozzanak. Én ezeknek az eseményeknek a jelentőségét elsősorban a találkozási alkalmakban látom, hiszen mindezek szükségesek ahhoz, hogy egy közösség létezni tudjon, hogy fejlődni tudjon. Erről egyébként elég plasztikusan meggyőzött bennünket az a 2 év, amikor a Covid miatt nem találkozhattunk. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek hiányoztak az ilyen alkalmak, és én nagyon örülök és hálás vagyok azért, hogy visszatértek a szervezők ehhez az eseményhez, és hogy lehetőségünk van újra találkozni ilyen alkalmakkor. A település vezetője szerint fontos a hagyományok ápolása a nemzetiségek számára is. Azoknak a hagyományoknak az ápolása, amely megtartó erőt is jelent ugyanakkor a nemzetiségek számára, itt ebben az esetben ugye a szlovákság számára. Ez fogalmazódott meg bennem, hogy ez a falu ez él, hiszen van egy faluház, amit sokszor használ, van egy temploma, amelyben rengeteg rendezvény van, van kórusa, illetve jó kapcsolatom a szlovák iskolával, tehát ez egy csoda, és ennek a településnek van jövője. Gratulálok mindenkinek, aki ehhez egy keveset is, vagy sokat hozzátett. A találkozó szervezői úgy érzik, ez éven is sikeres volt az esemény, és készülnek a jövő évi jubileumi, negyed évszázados alkalomra is. 24. Mária napi kórus találkozót tartottuk meg ma nagy örömünkre a helyén, a görögkatolikus templomban, hiszen Szikora Benedek atya újra kinyitotta a kapuit a kórusoknak, és az idén a hagyományos, szokásos szlovák nyelvet őrző kórusok mellett Sátoraljaújhelyről, természetesen Rudabányácskáról, Mikóházáról, Pálházáról ukrán kórust is üdvözölhettünk, Velike Berez nevű településről, amellyel egyébként a Sátoraljaújhely szlovák iskola ápolja a kapcsolatot, úgyhogy igazán szép napot tudhattunk magunk után. Az idei kórus találkozó után a kapuját a látogatók előtt most újra nyitó, jelentősen megújult, zempléni szlovákok néprajzi gyűjteményének átadója és szentelése zajlott. 65 éves a pálházi perlit bányászat. Ennek egyében konferenciára és a már hagyományos bányásznapra várták a dolgozókat és a meghívott vendégeket, akik között elsősorban a témában jártas szakemberek képviselték a szakterületet. Az eseményen részt vettek a magyarországi cég, német, valamint a lengyel közös vállalat képviselői is. Az évforduló kapcsán elhangzott, sok kihívás elé néz továbbra is a perlit bányászat, de Zemplénben a nyersanyag jelentős mennyiségben rendelkezésre áll, munkavállalóik immáron több generációra visszatekintve segítik a Perlit 92 Kft. Munkáját, így csak a külső tényezőkön múlik, hogy milyen jövő elé néz a cég.
1957-ben kezdődött meg a pálházi perlitbánya tevékenykedése, ma már szinte elképzelhetetlen feltételek mellett. Az első 10 év történéseit elevenítette fel Benke István Tamás, aki az akkori bányászati körülményekről, elszántságról és nehézségekről mesélt. Előadása annak a konferenciának a részét képezte, amelyet a perlitbányászat 65 éves évfordulója jegyében szerveztek meg. A magyar perlit 65 éve és jövője a környezetvédelem jegyében szintén kiemelt téma volt, valamint arról is elhangzott előadás, hogy a jövőben jelentős nyersanyag pihen a föld alatt, ami hosszú évre tudja még biztosítani az itt élők munkáját. Generációk adták eddig is egymásnak a stafétát. Kínaiak vannak az élen, és az USA második Törökország, és az 5. helyen állunk. Tehát azt jelenti, hogy Magyarország a perlitbe ilyen szempontból nagy hatalomnak számít. Van jövője, nagyon érdekes a felhasználási terület, most már közel sem az építőipar, fontosabb a mezőgazdaság, a szűrőipar, az egyéb töltőanyagok, az antibiotikumok szűrését is ezen végzik. A konferenciát követően már a hagyományos bányásznap keretében értékelte az elmúlt évet a cég vezetője, aki kiemelte, nincsenek illúzióik, nehéz évek jöhetnek, hiszen az osztrák és a német ipar recessziója még most fogja éreztetni hatását. Azonban a Covid, majd az ukrán háború számos olyan stratégiát igényelt, amelyet most is alkalmaz a cég, így versenyképes tudott maradni. Amikor 90-ben, amikor 100 000 tonnát termeltünk, és megindult az első privatizáció, akkor a hazai piac 1/10-ére zsugorodott össze. Ezért kellett átgondolnunk azt, hogy hát gyerekek, valamit kell csinálni, el kell menni külföldre, meg kell növelni az exportunkat. És ma 16 országban 93% az exportunk, és a világ termelésében pedig elértük az 5. helyet. Elmúlt esztendő számunkra jól végződött, nem tudok mást mondani. Minden nehézség ellenére növekedett a forgalmunk. A német perlit vevők szorgalmasan vásároltak, igényeik növekedtek, és hát tulajdonképpen rekord eredményt értünk el 2022-ben. Így azt hiszem, hogy ezzel elégedettek lehetünk. Konferencia. Néhány téma akkor is újdonság volt számunkra, különösen ami a jövőbeli felhasználási lehetőségeket illeti. Találkoztunk olyan megközelítéssel, amire még nem is hallottunk példát, kicsit valóban meglepett, de minden esetre az, hogy a perlit 92 létezik és vannak tartalékok, ez nekünk, mint közös cégnek jövőben reményt nyújt. Egyéb iránt nagyon örülünk, hogy találkozhatunk a MOL igazgatójával. A perlit bányászat hagyományokat őriz, ezzel együtt pedig a térség jövőjének meghatározója. Egy stabil hátterű magyar tulajdonú cégről beszélünk, amely, ahogy említettem, fontos stratégiai partner önkormányzatunknak, hiszen mint legnagyobb foglalkoztató, ők a legnagyobb adófizetők is, amely nagyban hozzájárul Pálházaváros önkormányzatának a költségvetési egyensúlyának a megtartásához. Minden kihívásnak meg tudtak felelni, ez egy nagyon nagy dolog ebben az ágazatban. És itt tovább kell ápolni ezt a hagyományt, azáltal is, hogy bővítenek, hogy új partnereket keresnek, és hát természetesen a nemzetgazdaság szempontjából is ez egy nagyon fontos ellátója az európai, közép-európai építőiparnak, ezért mindent meg kell tennünk, hogy ez a cég továbbra is éljen és virágozzon. A rendezvény keretében idén is elismerték a több évtizede a KFT-nél dolgozók munkáját. Szeptember 15-ével elindul hivatalosan a fűtési szezon, így sátorolja új helyen a távfőszolgáltató és felkészül az őszre. Ez azonban egy fontos felhívást intéznek a lakossághoz, ugyanis a fűtési rendszer légtelenítéséhez minden radiátor szelepet meg kell nyitni. A nem használt helyiségekben is, melyek elzárhatóak a fűtés megkezdésekor, mondta el Szabadka Sándor, távfő üzletágvezető. Beköszöntött az ősz, így hamarosan a fűtési szezon is elindul, legalábbis hivatalosan. Sátorolja új helyen a távfőszolgáltató,
Az erre való felkészülésben kéri a lakosság segítségét is, ugyanis van egy fontos dolog, amely néhány percet vesz igénybe, és mindenki a saját lakásában tudja megtenni. Szeptember 15-ével indul a fűtési szezon, mi készülünk a fűtési szezonra is, vagyis minden társasházban, ahol a nyári időszakban, mondjuk augusztus hónapban, augusztus végén kérték a leeresztést bármilyen műszaki felújítás miatt, a fűtési rendszer leeresztéséről van szó, ezekben az épületekben is most már a visszatöltéseket lassan befejezzük. Azt kérjük a lakosságtól, nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha minden társasházban, minden lakásban az összes radiátor szelepet kinyitnák, teljesen nyitott állapotig, mert a fűtési szezonra való felkészülésnek a legfontosabb eleme, hogy ki tudjuk légteleníteni az épületek belső hálózatát. A légtelenítés a cirkuláció akadálytalan megvalósulásához elengedhetetlen. Ha a radiátorban légzsák alakul ki, amely akadályozza a víz teljes körforgását, nem csak hogy növelheti a fűtés költségeit, de tönkre is teheti, kiukaszthatja a rendszert is. Ez a légtelenítés csak akkor működőképes és akkor hatásos, hogyha a radiátor szelepek nyitva vannak, vagyis a feltöltés légtelenítés során minden radiátorból az összes levegő eltávozik, így a fűtési szezon majd remélhetően problémamentesen tudjuk kezdeni. Akik nem használnak valahol, valamilyen szobában, valamelyik lakásban, valamelyik helységben radiátort, azoktól is azt kérjük, hogy nyissák ki ezeket a radiátorokat, és amikor érzik, hogy elindult a fűtés, és működik az a radiátor is, akkor állítsák be arra állásra a szelepet, ami számukra megfelelő, ha nem használnak egy helységet, és akkor zárják ki a radiátort, az sem problémás. Ezért mind a hálózat, mind pedig az egyes fogyasztók érdekében kéri a távhőszolgáltató a szelepek kinyitását, melyet a fűtés megkezdésekor ki lehet zárni, ha nem szeretnénk használni. Mozgalmas nyári szezon zárt a Sátoraljai Újhelyi Rákóczi tábor, néptánctábornak, anyanyelvi táboroknak, egyetemista, középiskolás és tanártáboroknak adott otthont a komplexum, de a Rákóczi Szabad Egyetem és a települési szervezetek találkozója is itt valósult meg. Így több ezer magyar fiatal jutott el a világ számos országából Zemplénbe. Csak nem a világ összes kontinenséről érkeztek idén-nyáron gyermekek a Sátoraljai Újhelyi Rákóczi táborba. A civil szervezet idei közel 30 táborából és találkozójából több mint egy tucatot itt valósított meg, különböző tematikákkal a nyár 3 hónapja alatt, és több ezer fiatal számára nyújtott kikapcsolódást, és persze a nemzettudat erősítését. Én nagyon zsúfolt nyara volt a Rákóczi Szövetségnek, és mondhatnám, hogy gyerekzsivajtól hangos volt, ami azt jelenti, hogy júniustól egészen augusztus végéig minden héten, akár párhuzamosan is több táborra zajlott a Rákóczi Szövetségnek, ami egy nagy öröm számunkra, hiszen 32 országból több mint 30 táborba 13 ezernél is több magyar gyökerű, illetve magyar gyermek kapcsolódhatott be. A táborozóinknak a nagy része magyarországi volt, de velük voltak a kárpát-medencéiek, és ahogy utaltam rá, az a világ nagyon sok országából érkezhettek fiatalok, és ezeknek a fiataloknak egy nagyon jelentős része itt táborozhatott Sátoraljaújhelyen. Sátoraljaújhely ilyen módon felkerült a világ magyarságának a térképére is, és hát annak is örülünk, hogy a táborozóink között nagyon sok helyi, vagyis sátoraljaújhelyi kisebb-nagyobb diák is volt, szinte minden anyanyelvi táborban itt voltak az újhelyi gyerekek is. Hétről hétre a legkülönbözőbb tematikájú táborok valósultak meg. Általános iskolásoknak szóló anyanyelvi táborok, középiskolás tábor, egyetemista tábor, tanártábor, megtűzdelve olyan színfoltokkal, mint a Dériné programmal közös szervezésű színjátszótábor, vagy éppen most az ukrán diákok tábora. Ezek mind-mind egy keretbe foglalták a nyarat, és hát természetesen az idei elmúlt nyáron sem maradt el a Rákóczi Szabad Egyetem, ami pedig közéleti, gazdasági, kulturális témákat dolgozott fel, és hát mi nagyon örülünk annak, hogy a Rákóczi tábort azt befogadta Sátoraljaújhely, és arra törekszünk, hogy,
hogy amit megvalósulhatott az elmúlt nyáron az adófizetők pénzéből, támogatóink bizalmából, azt tovább tudjuk vinni, és reméljük, hogy ami itt történt, az nagyon sok fiatalnak a találkozásához, a jó érzéséhez, és nem utolsó sorban a magyar nyelvhez és magyar kultúrához való kötődéséhez hozzájárult. A szövetség azonban nem lesz tétlen az ős során sem, hiszen zajlik az iskolabusz programjuk, készülnek a Madács 200 és a Glória Victis vetélkedőre, és a diákutaztatási programjuk sem ér véget. Az év további részében ugyan a legtöbb esemény nem Sátoraljaújhelyen valósul meg, de a tábor sem fog kiüresedni. Hírműsorunk végén nézzük még egyszer főbb híreinket egy-egy mondatban. Mária napi kórus találkozó Rudabányácskán. 65 éves a perlit bányászat Zemplénben. Szeptember közepén indul a fűtési szezon. Köszönöm a figyelmüket, friss hírekkel holnap este 19 órakor várjuk Önöket. A viszontlátásra!